ha az elején néztük a bajnokság elején, tehát az első 7-8 forduló után, akkor azt mondom, hogy ez várt, ez az ötödik hely, mert tényleg még a tavalyi bajnokságból, amit hoztunk, nagyon jó eredményeket, sokáig ezt a veretlenséget, ameddig tudtuk tartani. Tehát az első 7-8 fordulóban azt mondom, hogy vagy forduló lemenete után úgy gondolom, hogy akkor tényleg ez az ötödik hely, ez úgy reális is volt. Utána következett nekünk egy kis eredménytelenség, és azt mondom, hogy most, ahogy a 15. fordulóban alakultak az eredmények, valamint nekünk ez a győzelmünk a Nisa ellen, ez tényleg úgy bebiztosította ezt az ötödik helyet, és most már nyugodtan tudom azt mondani, hogy jó csapatunk van, ez a csapatnak volt egy pici hullámvölgye pár mérkőzésen, de valójában amit tudtunk, azt maximálisan kihúztuk a játékosokból, és megérdemelt ez az ötödik hely. Lehetett volna valamennyivel jobb is, de azért, hogyha megnézzük, tényleg olyan csapatok vannak előttünk, akiknek a formája is folyamatosan vagy nőtt, vagy pedig tudták tartani a formájukat, és hát tényleg mindegyik csapatnak, akik előttünk vannak olyan játékosai, akik tényleg úgymond többet tudnak a mi játékosainktól egyénileg, de én azt hiszem, hogy mi, mint csapat, mint kollektív mutatunk nagyot, és ennek az erős kollektívnak köszönhető ez a helyezés. Hát jelenleg nagyon jó pozícióban vagyunk, de azt mondom, hogy ahhoz, hogy még ettől a célok, tehát ettől az eredménytől még komolyabb célokat is ki tudjunk tűzni, ahhoz ugyanígy kell ilyen tempóval folytatni majd a bajnokságnak a következő részét is. Előttünk van még néhány mérkőzés a szünetig. Hát én azt mondom, hogy ha ebbe a tempóba fogjuk folytatni, akkor tényleg nagyon jó helyezést tudunk majd a végén elérni, és ami nagyon fontos számunkra, hogy a 30. forduló után olyan helyen legyünk, hogy nyugodtan le tudjuk játszani a bajnokságot végig, és hát majd akkor valamikor megnézzük ott tavaszra, hogy igenis ennek a csapatnak valójában mihez volt ereje.